Azt mondja, a sajt, kecske sajt és a filozófia, ha találkozik mondjuk a piacon, jó napot kívánunk. Már régen jártam erre, de úgy látom, hogy a kollega úr semmit nem változott. Ez a sajton múlik? Vagy a kecskén? Vagy mind a kettőn? Az, hogy az ember nyugodt, ugye? Kim van a szabadban. Igen. Sokat támír a természetet. Biztos vagyok benne. Ja, megfigyeltem. Mióta nyugdíjas lettem. Igen. Megfigyeltem a természetet. Igen. A legetelés közben. És azt, arra jöttem rá, hogy hol voltam idáig. Na, hol? Az életében az ember egész így dolgozik, és az élete elcsurran. Igen. És nem vezet a semmit. Igen. És most? Most ez egy megvilágosodás? Jó, hogy összefügg mégis a filozófiával. Jó napot kívánok, meg mindjárt csak mutatjuk kicsit a filozófust. Összefügg minden mindennel. Az egész világ. Hogy mondjam? Maga, igen? Bocsánat. Maga a filozófia és a megfigyelés, az kettő dolog. Kettő dolog. Mert a filozófia az ember hozza létre. Az ember filozófia valamiről. De? Igen. Ha természetben megfigyelünk valamilyen dolgot, az megint más. Igen. Azt látható. Igen. Na jó, de lehet téves következtetés is levonni. Fontos az, hogy jó következtetést vonjunk le, amit látunk abból, nem? É, hát igen, igen. Persze, meg kell jól érteni. Aha. Na mindegy, sikerült? Remélem. Megérteni a világot? Remélem. Na, hál' Istennek. Remélem. Viszont láthatóan finomok ezek a sajtok, vagyis igen. Hát így szemre is. Még mindig. Még mindig? Igen. Igen. Ő például milyen? Zöld fűszeres. Zöld fűszeres. Majoranna keverékével is zöld petesem levél. És változatlanul, az ár változatlan? Még mindig 2005. 2005. Igen. Szuper. Kecskesajthoz képest ez tényleg nagyon jó ár. Hát most hallottam, a táborfalmáról is készítenek, most a Dunaharaszti piacon. Igen. És mondják, hogy mennyi adják ott a sajtot? Magyarul egyszerű sajtot csinálnak, 4200 forint. Hát tudom, igen, így van, tanúsíthatom, igen. Annyiba kerül. Néha betévedt ide is idegen sajtárus, kecske sajtot árult, igen. És ennyire árult. De kétszer volt itt csak. Kétszer volt, elmenekült innen. Na jó, akkor lássuk a többit, jó? Például az paprikás? Erős pistás. Erős pistás, ó, de jól hangzik. Fokhagymás erős pistás. Az is van benne, igen. Aszta, nagyon jól hangzik. És ő pedig sima? Fokhagymás. Ja, ő is fokhagymás? Igen. Szuper, hát igazán van választék. És ki is van érve, hogy kecskesajt, hát ha nem tudja valaki. Tehát hogy állsz a kecskesajttal? Fogyaszt az egyáltalán? Én eszem a kecskesajtot, igen. Á, jó. Arról még nem vettem észre semmi furcsát. Nem ártott. Nem ártott. Nem bántott. Használt legalább? Okosabb lettél tőle? Nem törekszem rá, hogy okosabb legyek. Ennyire, így is elég okos vagy? Az okos emberek gyártják az okokat, aha. Úgy következtetnek, hogy valami okba bele tudjanak csimpaszkodni, és utána csodálkoznak, hogy az élet teljesen másként bánik velük, mint amire számítottak. Hát nem is, hogy csodálkoznak. Sokan nem csodálkoznak, hanem természetesnek viszik. Hát ilyen az élet, szelavi. Igen, igen, azt mondják róla, hogy bánt, hogy megvisel, ellenséges, stb. De csak a hülyeség a bántó, meg az ellenséges. A meg nem értett dolgok csinálják az emberrel azt. Na de hát, ha mindannyian megértenénk a világot, meg megértene mindenki, akkor milyen egyszerű lenne? Olajozottan működne minden, nem lenne baj, nem lenne árnyék, nem lenne fény, meg ilyenek, tudod? Hát, ha nem lenne árnyék és nem lenne fény, abban a szürkeségben belepusztulna minden. Na látod, ezért jó, na idézőjelben mondva, hogy mégiscsak jó egy kis szenvedés, jobban tudjuk értékelni a jót utána. Így van. Aki kikéreckedik a szenvedésből, megkérdezi, hogy lehetne másként is, és azt mondom, hogy lehet másként, az először megörül, aztán visszaszokik a szürkeségbe, és megint szenved fölöslegesen. Magyarra fordítva, a kutya is a jó módba vész belé. Tehát a felhőtlen jó mód az lehet, hogy valahol túlságosan ártalmas lenne. Mondjuk igen kevesen tapasztalják az ér úgy általában. A felhőtlen jó módot vannak? Kevesek, ugye? A felhőtlen jó mód nem árt meg. Hát miért ártam? Hát ha nem tud magára vigyázni az illető, túlságosan elmerül mondjuk az élvezetekben. Hogyha túlságosan elmerül az élvezetekbe, hogyha élvezkedésnek hiszi az élet értelmét, hát akkor nem veszi észre, ha a teste jelez, hogy valamint változtatni kellene, mert most éppen besokalt. Mondjuk besokalt a kecskesajt, vagy bármi egyéb, és akkor azon változtatni kellene. A test olyan jól jelez, hogy hihetetlen. Yeah. Csak először a figyelmet át kell irányítani máshova.
mindig minden testjelzés azt akarja elérni, hogy a figyelmünket mentsük ki onnan, ahol le volt ragadva. Így van. És amikor már ez ugye nem ellenség, már nem ragad le a figyelmem sehol, onnantól szabad vagyok. Jó, hát ezt, hogy is mondjam, igen nehéz azért tudatosítani az embereknek. Valahol azért összönösen érzik általában. Minden embernek van teste, és az mindig időben figyelmeztet. Csak nem biztos, hogy figyel rá. De majd egyszer fog, mert a szélsőséges fájdalom miatt már úgy is fölfigyel, hogy valami nincs jól ebben, ahogyan eddig élt. Hát reméljük, hogy mindenképpen hozzájárulunk ezzel a kis eszmékutatásra, hogy egy kicsit hátha elgondolkoznak legalább. De nem tudunk hozzájárulni, de a teste hozzá tud járulni. Na de én úgy értem a figyelem felhíváshoz. Amit mi mondunk, az félre söpörhető, de a teste nem söpörhető félre. Na de amit mondunk, az arra elegendő, hogy figyeljen legalább a saját testére, arra is, az is jó. Nem. Ezt is kényelmesen félrevetik. Holnapra már semmi nem marad. De akkor hiába való ez a beszéd, amit csinálunk? Abszolút hiába. Komolyan mondod? Totálisan hiába. Jézus Mária. Hát akkor most itt adjuk is abba. Csak akik önként jelentkezik, hogy szeretne valami olyat tanulni, ami őt nem hagyja cserbe. Jó, és akkor hogy dől az el, hogy valaki önként jelentkezik? Hát nagyon egyszerű. Annyira kétségben van esély, hogy na most már elegem van, és önként jelentkezik? Hogy? Először felfigyel arra, hogy ellentmondásos dolgok halmazában él, úgy tanítják, hogy vannak annak a tanításnak önellentmondásai. Egyszerűen ahhoz, hogy elbírják adni az úgynevezett eszmefuttatásokat, tanításokat, kimagyaráznak ellentmondó dolgokat. De aztán az feltűnik. Hoppá, ha nekem feltűnt az, hogy egy csomó ellentmondás vesz körül, akkor utána megpróbálom rendbehozni magam, és megkeresni azt az embert, aki már korábban ezt megcsinálta, és ötleteket kérek tőle. Nagyszerű. Na most az is előfordulhat, hogy 10 000 emberből egy ilyen akad, de nem jellemző, hogy ez általános legyen. Én már láttam ebben az országban több száz olyan embert, aki ezt így végigcsinálta, hogy én ezt elmondom. Én meg láttam Karón Varjút. Az a te élményed, ez meg az enyém. Bocsi, tehát azért mondjuk egy kicsit humorral fűszerezni dolgot, hogy talán te is azzal kezdted, hogy hiába való, és nagyon-nagyon kevesen, hogy is mondjam, jutnak el idáig, hogy... A terjesztett okítások totálisan hiába valók. De akkor ez, amit mi csinálunk, ez micsoda? Ez egy terjesztett okítás lenne, holott csak annak van értelme, amikor valaki megáll előttem, és azt mondja, te Csaba, te ezt hogy csinálod? Szeretném én is hasonlóan. Na és hogy jut el odáig, hogy odálljon, hogy te Csaba, hogy csinálod? Idáig hogy jut el? Hát úgy, hogy fölbukik, és valahogy mégis megúszza, és akkor már érzi, hogy ez az ember is már fölbukott, de most egész jól megvan. Hát, köszönjük szépen. Azt hiszem tanulságos volt, de ne nyúsjuk tovább, jó? Úgyhogy további minden jót neked, és remélem még találkozunk más témákban is, jó? Jó. Nézzük a kecskesajtot még egyszer. Hát, amint tudjuk, a Csaba önként is okos, de a kecskesajt... Ez a fajta, ez fiatalít. Fiatalít? Na tessék! Csaba, légy szíves, vásároltál belőle? Ez már terjesztett okéből. De gyakorlati. Mondtam neki, hogy vegyem belőle, mert akkor fiatalítja is. Na. Vittük be belőle. Na ugye, vettél belőle. Ha kipróbáltam, igen. És nem bírok magammal, akkor jövök megerősíteni. Karolja, okay. Bomba. Igen. Én megkérdezem a tanítványaidat, hogy használtál. Jó? Általában nem rám figyelnek, hanem arra, amiről beszélek. Nem biztos az. Lehet, hogy van, aki arra is figyel. Van, aki rád is figyel. Ugye? A személynek a jelenlétés hatása van az illetőre. Na tessék. Akiben bízik. Köszönöm szépen. Bízik. Nagyon jót mondott. Na erre mit lépsz? Jót mondok. Az, hogy ezt az embert már nagyon sokszor láttam, de még nem bízik bennem. Nem-e? Ő beszél ilyen. Szerintem igen. Biztos, hogy bízik. Bízok bennem. Hogyne? Azért adod el neki a sajtot. Igen. Például. Az ő tudománya, ami van, neki a tudománya van, azt szeretne megosztani valakivel. Így van, mint te a sajtot. Fogadja el, igen. Igen, igen. De valakinek más meggyődődése van, és akkor abból viszont nem enged. Igen. Igen. A különbség az, hogy én kipróbált dolgot kínálok, és... Na, hát ő is kipróbált sajtot. Na, hát persze. Semmiféle meggyőződés felé nem
terelgetek senkit. Nem kell meggyőzni. Nem, bocsánat, ő pedig olyan meggyőződés adja a sajtót, hogy az finom és szeretni fogják is, hogy fiatalodik tőle a páciens. Máskor is visszajön neki. Bocsánat, még egy kérdés. Mikortól látjuk majd rajta, hogy fiatalodik? Mondj egy időpontot. Rövid időn belül. Menj, egy-két hét. Egy-két hét. Jó. Oké, megnézzük, jó? Jó. Köszönjük. Az ilyenfajta embereknél, mint mi vagyunk, fordítva megy az idő. Igen. Húha. Nem rohan előre. Hát, ne is rohanjon, csak teljen normálisan legalább. Mennyire ismerjük az ötlet? Mindig jelen idő van, mindig most van. Hát az például igaz. Mindig egy most van, igen. Visszafelé nem érdemes nézni, de előre igen. Hát... De azért nagyon fontos, hogy a múltat is visszatekintjünk kicsit, mert a múlt képében tanulhatunk a jövőre. Hoppá. Na, erre mit lép filozófus úr, látod? Volt a tévében egy olyan kis műsor, szokott lenni az a címe neki, hogy üzenet. Igen. És abban van az egyik író, írt egy dolgot benne, hogy mivel az ember a múltból nem tanul, nem szemlél, nem tanul belőle, azt mondja, arra ítéltetett, hogy újra megismételje a múltat. És ez biztos, hogy így van. Én szerintem te ide jársz tanulni, Ezért van reinkarnáció, igen. Többször egymás után megéljük a különböző életeinket más és más személyben, és egyszer csak fölsejlik, hogy vannak ismétlődő dolgok, és vannak egyszeriek. De bocsáss meg, de különböző állat is lehet az ember, nem? Dehogy lehet különböző állat, ez... Vagyis, ez a keletiek nagyon állatias emberek kiaválhatnak. Igen, mondjuk például kecske? Nem. Nem. Maga az embernek olyan tudatosságot vesz fel, ami azt mondjuk, hogy olyan, mint egy állat. Igen, hoppá. Csak ne sértegessük az állatokat, avval, hogy köszi. Összehozzuk az embereket őket. Jó. Tulajdonságai vannak. Tehát egy beszűkült, tudatú ember nem tudja, hogy mit csinál. Igen. Az a jó, ha nyitott, és mer dönteni, és utána a döntéseinek a következményeit megismerni. De amint látjuk, kecskesajt Árus barátunk igazán nyitott. Így van. Meghallgatom, mint ember, kérlek, meghallgatom, mint ember, és amit úgy érzem, azt elfogadom, amit nem, azt nem fogadom el. Na tessék, teljesen normális hozzáállás, reális, nem de? A jó példát lehet jó elfogadni, példa. Igen. És nem pedig az erőltetett állításokat. Így igaz. Ami jó példa, az tényleg jó példa. Fel kell mérni, miért mondjuk azt, hogy az jó. Ezeket a dolgokat a Bibliából merítetted? Így van, tanítás alapján. Aha, bibliai tanítás alapján. Értem. Tehát ez egy nagyon... Ezt hogy érted, hogy forgatod a Bibliát otthon és... Így van, napi készséggel. Napi? Így van. Napi. Nem semmi. Hát erre azt abszolút nem gondoltam. Itt Árusz Lajos Mizsény kecskesajtot, erre ki gondolna? Igen. Hát nem? Én az embereket igazából szeretem, nem akarom elvetni senkire az én gondolataimat, de hogyha kell, adódik, akkor megmondom nekik, amit kell, amit tanultam. Aha, logikus. Hát gratulálok, és további minden jót kívánok neked, és haladj ezen az úton tovább.